Szeretettel köszöntöm a stúdióban Dobos Jánost, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnökét, és örülök, hogy megint eljött hozzánk, mert egy örök témáról beszélgetünk, ami az ajkaiakat is óhatatlanul érintheti. Önök azt tűzték a zászlajukra például, hogy a pszichiátrián sérelmeket szenvedett emberek jogaiért küzdjenek, hiszen ők maguk nyilvánvalóan hátrányos helyzetből indulnak ebben a szituációban. És elhozott hozzánk egy vizsgálati eredményt is, amit az ombudsman folytatott le. Tehát ez is mutatja, hogy komolyan veszik az önök munkáját. De hogy az elején kezdjük, mégis körülbelül mekkora, hogy is mondjam, panasz áradatról van szó, hány emberrel foglalkoztak mondjuk az elmúlt 10-20 évben, és körülbelül mennyi az, amit sikerült megoldásba segítenünk. Hát meg tudom erősíteni, hogy az ajkai lakosokat is abszolút érintheti ez a kérdés. Sokkal kevésbé marginális ez a dolog, mármint az, hogy a pszichiátriákon milyen jogsértések történnek, és milyen számban és kivel, mint az ember gondolná. Nagyon gyakran futunk bele olyan esetekbe, amikor az ember egyáltalán nem gondolta volna, hogy ő bekerül a pszichiátriába, illetve hát ugye amikor valaki bekerül, akkor bizony nem csak ő maga érintett, hanem a családtagjai, hozzátartozóit ugyanúgy megviselheti, hogyha ott valami olyan dolog történik, ami az illető életére nézve hátrányos. Tehát ez, ha mindent egybeveszünk, azért nem olyan kevés az az ember, akit tud érinteni egy ilyen nehézség. Ezek váratlanul is történnek, ezek a dolgok. Hogyne. Nem tudom, mikor térünk el az esetre, amit hozott nekünk. Igen, talán még a háttérként annyit még lehet érdemes elmondani, hogy ugye mi, ahogy mondta, azzal foglalkozunk, hogy segítséget nyújtunk olyan embereknek, akiket a pszichiátrián ért valamilyen sérelem, vagy jogsértés, vagy atrocitás. És ezt a munkát ugye 27 esztendeje csináljuk Magyarországon, működtetjük ezt az ingyenes jogsegélyszolgálatot, és hát ez alatt az idő alatt rengetegen megkerestek minket, így mindig folyamatosan dolgozunk ilyen ügyeken, most is éppen ugye vannak, és folyamatosan futnak is be, meg folyamatosan zárulnak is le ezek a vizsgálatok, amiket kezdeményezünk. Az egyik az éppen nem olyan régen zárult le. Ott tulajdonképpen a történet az volt, hogy egy fiatal hölgy került be a pszichiátriára akarata ellenére. Annyi volt a háttér, történet, hogy ott hagyta őt a kedvese, emiatt ő egy szakítás volt, emiatt egyfajta ilyen hisztérikus roham tört ki rajta. Hát ez bármelyikünk előfordulhat, nem akarok túlprofálni, csak igen, ez nem egy rendkívüli igen. eset. Nem, ez egy, azt gondolom, egy emberi reakció. Hát most, hogy egy ilyen helyzetet melyikünk hogy él meg, az persze változó lehet, de nem gondolom, hogy bármi rendkívüli van abban, hogyha valaki kiborul attól, hogy ugye szakított a párjával. Minden esetre a hölgyet bevitték a pszichiátriára, gyakorlatilag akarata ellenére. Ezt az ő beszállítását? Gondolom nem ő. Illetve hát lehet, hogy volt vele valami, hogy na, gyere, menjünk be, de mindent egybevéve ugye akarata ellenére vették fel. Talán a család intézkedett az ügyben, hogy kerüljön be a kórházba. És aztán ment a pszichiátrián, először is azzal kezdődött, hogy aláírattak vele egy nyilatkozatot, hogy ő önként kérte a felvételét. Nyilván van itt ilyen hivatalos protokoll, amit be kell tartani a kórházi dolgozóknak is. Például alá kell iratni egy nyilatkozatot. És mi van, valaki nem alkalmas arra, hogy megítélje a helyzetet, és nem írja alá? Vagy aláírja, de hát ezek később vissza lehet élni, nem? Igazság szerint az, hogy valaki bekerül akarata ellenére, majd aláíratnak vele egy önkéntes nyilatkozatot, ez már nem szabályos. Mert most akkor vagy ő önként ténylegesen önként kérte a felvételt, és úgy került be, vagy bevitték. Mind a kettőnél megvan a protokoll, hogy mit kell csinálni. Ha valaki kényszerrel kerül be, akkor ugye óhatatlanul azt meg kell vizsgálni, hogy ő jogszerűen van-e bent, és erre szolgál az úgynevezett bírói szemle, ami néhány nap után kivonul a kórházba, hogy megnézzék az illetőt, a helyi bíróságnak egy képviselője, meg még néhány szakértő, akik megnézik, hogy most ez jogos volt-e vagy sem. Más kérdés, hogy ez vezet-e valami eredményre, nagyon sokszor nem. De elvileg van egy ilyen protokoll. Most ha valakivel aláírják azt, hogy ő önként kérte a felvételét, már át lehet ugrani ezt a dolgot, hiszen ha önként kérte, akkor nem kell bírói szemlét tartani, akkor annyival könnyebb a dolog, és hát nem ezt olyan nehéz elérni. Tudják a kórházi dolgozók hogy ne is, tudnám, hogy persze, hogy ne. Egyszerűsíti ez. És hát ugye annyival kevesebb bajlódás van az illetővel. Amikor valaki bent van így, bekerül hirtelen és ott van akarat ellenére, nem olyan nagyon nehéz elérni, hogy aláírjon egy nyilatkozatot cserébe azért, hogy úgymond békén hagyják, de hát aztán ugye ennek... Főleg, ha nem pontosan ismertetik a nyilatkozat tartalmát vele, nem? Nem hát igen, meg hát kérdés, hogy tényleg meg tudja ítélni azt, hogy most komit ír alá? Hát igen, az nagyon sokszor ezt állapotban. Így van, elétolják és esetleg megfenyegetik, akkor lehet, hogy fogja a tollat is aláírja. És mi történt ebben a konkrét esetben? Betartották a protokollt? Volt bírói szemle például? Nem volt bírói szemle, miután a hölgy önként került az osztályra.
Viszont egész megalázó dolgok történtek vele, ugye még ott is ki volt borulva a kórházban, akkor őt korlátozták fizikailag, lefogták, lekötözték. Az volt a panasz, hogy megpofozták az ápolók, leöntötték hideg vízzel, hogy ne hisztériázzon. És aztán úgy, ahogy volt, azon mód vizesen beáttolták az ő szobájába, és úgy, ahogy volt, vizesen le volt kötözve az ágyhoz, úgy hagyták egész éjszaka. Másnap aztán kérte, hogy vigyék át egy másik osztályra, és elvették a telefonját, tehát nem tudott még ilyen tekintetben sem, tudta gyakorolni a jogait. Másnap délután aztán visszakapta a telefonját végül, fölhívta a szüleit, elmesélte, mi történt vele, a szülei jöttek és kiharcolták, hogy elvihessék őt magukkal. Így végül kiszabadult, de hát azért most... Nos, hogy lehet mindez bizonyítani? Ott van ő plusz a kórházi személyzet. Tehát lehet, hogy lesz belső vizsgálat, de végül is azt állapíthatja meg, gondolom, hogy nem, nincs itt semmi látnivaló, hát esett az eső, vizes lett a ruháját, most miért panaszkodik? Igen, azért ugye ilyenkor, mikor ezeket az ügyeket vizsgáljuk, annak szinte mindig kötelező része, hogy kikérjük a kórháztól az orvosi dokumentációt, és azt átnézzük alaposan, mert néha olyan egyszerű dolgok vannak benne, amikre nem figyelnek oda, és logikátlan, tehát kiütköznek, logikátlanságok látszik, hogy mi történik. Hát gyakorlatilag igen. Ugye amikor vezetik ezeket az orvosi dokumentációt, akkor nem nagyon gondolkodik ott senki előtt, hogy hú, ez majd mint egy kalambó regény, vagy hogy nem veszik majd ezt észre. Tehát nem, ők írogatják, hogy mi van, és aztán ember ezt átnézi, akkor látszik ott abból sok minden. Ugye a kezelési... Főleg szemnek, ugye az? Hát pláne igen, tudja az ember, hogy mit keressen, hogyne, és azért mi most már azért szerencsére tudjuk. És azért ebből kiütköznek dolgok, azt meg lehet fogni, össze lehet vetni jogszabályokkal, tehát azért nem mondom, hogy minden esetben, mert van olyan eset, amikor nem, de azért sokszor bizony tetten lehet érni a dolgot, és el lehet indítatni egy vizsgálatot, ami aztán esetleg újabb dolgokat tud a felszínre hozni, amik bizonyítják ezt. Na most itt sikerült is úgy elindítani egy vizsgálatot ebben az esetben. Így van. Többfele is fordultunk panasszal ezzel az ügyel kapcsolatban, és az ombudsman, tehát az alapvető jogok biztosa által végzett vizsgálat zárult nemrégiben. Az ombudsman, mi magunk nagyon pozitívan ítéljük meg, mert az esetek többségében nagyon alaposan és lelkiismeretesen meg szokta vizsgálni. Azt kell, hogy mondjam, személytől függetlenül, mert ugye időnként változik, hogy ki az ombudsman, és mi magunk megéltünk már legalább 4-et munkánk során, lehet, hogy többet. De általában jó a hozzáállásuk, tényleg foglalkoznak az üggyel, és ebben az esetben is így volt, egy alapos kivizsgálást kezdeményeztek, ami benne volt az, hogy kérdőre vonták a kórházat. Tehát ilyenkor ugye az ombudsman elküld, mint hogy ebben az esetben is elküld egy levelet a kórháznak, és választ vár bizonyos kérdésekre. Itt mi volt? Olyan kérdések, amikre ha választ adnak, akkor abból kiderül valami, illetve ha meg nem teljesen az igazat, akkor meg ott kilóg a lóláb, tehát ő tudja azért, hogy mit kérdezzen. Lényeg, hogy végigvitte ezt a vizsgálatot, nagyon alaposan megvizsgálta, és bizony ez azt támasztotta alá, hogy a panasz az jogos volt, és ennek a hölgynek számos ponton sértették az emberi jogait, az emberi méltóságát, a legalapvetőbb dolgokat, amikre azért az ember egy kórházban arra számít, hogy ezt betartják. Tehát ezek mind napvilágra kerültek, és hát az ombudsman erről egyébként, miután az ügyet elég fontosnak ítélte, ő egy nyilvános jelentést írt és tett közzé, amit nem minden esetben tesz meg, de végül ebben az ügyben megtette név nélkül természetesen, de azt is leírta, hogy mit talált, hosszú oldalakon keresztül, ez egy 20-valahány oldalas, azt hiszem 24 oldalas jelentés volt. És jól tudom, tele van jogi hivatkozásokkal is, tehát én olvastam ezt a jelentést, és hát jó, megalapozott, tehát igen. Nyilván, de jogásznak kell lenni ahhoz, vagy felkészültnek, vagy tudni kell, hová nyúlni az információkért, ha valaki mindent szóról-szóra értelmezni akar benne. Ebből is látszik, hogy tényleg külsőleg is, vagy külső szemlélőnek is rendkívül alapos munka volt. Na most felmerült-e benne, ezzel nem találkoztam így, ebben a jelentésben, hogy egy adott osztályon lehet, hogy ez a gyakorlat. Tehát, hogy nem egy kirívó esetről van szó, hanem valami belső rendszerbeli problémáról. Az az igazság, hogy az ombudsmannak nincsen olyan tekintetben... Nyomozati jogköre. Igen, meg ilyen utasítást adó. Tehát nincs az, hogy ő azt mondja, már pedig most ez lesz, és akkor annak ilyen parancsoló érvénye van. Tehát ez nincs, ő ajánlásokat tehet. De azért, hogyha az ombudsman valamit nyilvánosságra hoz és javasol, azért azt azért illik komolyan venni a hatóságoknak is. Tehát azért ez mindig jó szokott lenni, és ebben az esetben is ugye egyrészt felszólította a kórházat, hogy azokat a pontokat, amik ebben az esetben ugye jogsértők voltak, azt először is tegye be, már úgy értem, hogy rendezzék, hogy ez rendben legyen. Ez abból a szempontból is érdekes, mert több olyan pont is volt, ami hosszabb távon más betegekre vonatkozóan is
fontos lehet, nem csak ebben az egy esetben. Például a beteg dokumentáció megfelelő vezetése, ez mondjuk csak egy adminisztratív pont, azért fontos, pont azért nyomon lehessen követni a dolgokat. És azon kívül, hogy a kórházzal kapcsolatban leírta, hogy mi az, amit elvárja, hogy beiktassanak ugye a rendszerbe, ezen kívül felügyeleti hatóságokat is felkért, hogy legyenek szívesek, nézzenek utána, illetve gondoskodjanak arról, hogy ilyen és ilyen és ilyen dolgok. Tehát nem kell megvárni a legközelebbi ombudsmani vizsgálatot azzal, hogy vajon betartják-e az ajánlásokat, hanem vannak más hatóságok, szervezetek, amelyek ezt kötelességszerűen ellenőrzi fogják. Hogy hát a kórházaknak vannak felettes szerveik, akik ugye az ő működésüket ellenőrzik, ha nekik az ombudsman odaszól, hogy hát ennek járnak már utána, akkor általában azért ez meg szokott történni. Persze nem árt figyelni a dolgot, hogy tényleg megtörténik-e, de azért általában ezeket helyre szokták tenni. Most önnek van rálátása így az országra is, talán nyilván rengeteg esettel találkozik, hogy vannak olyan intézetek, vagy intézmények, vagy szervezetek, amelyek rendszeresen jogsértően járnak el, és mindenféle figyelmeztetés ellenére elkövetik ugyanazokat a hibákat, vagy pedig az ilyen fajta vizsgálatok, vagy akár bírói határozatok jobb irányba terelik a dolgokat? Hát van néhány ilyen idézőjelbe téve hírhettebb kórház az országban, ahonnan rendszeresen kapunk bejelentést. Nem nevezzük meg őket, nem csak jelzem, és nem is biztos, hogy én most... Adatvédelmi akályokat vetne föl. Igen, igen. De a kolléganőm egyébként, aki a jogi ügyeket viszi, ő tudja amúgy is jobban, hogy melyek ezek, tehát ő biztos fel tudná sorolni kapásból. De vannak biztos, ilyenek. De vannak ilyenek, ezt nagyon jól tudom én is. Úgyhogy amikor onnan jelentkeznek, akkor azért igyekszünk nagyobb alapossággal vinni az ügyeket. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy vannak jellegzetes dolgok, jellemző jogsértések, amik viszont bárhonnan megtörténhetnek. A legtöbbje, azt kell, hogy mondjam, talán pont a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos, hogy hogyan szállítanak be valakit, hogyan tartják bent, hogyan korlátozzák őt fizikailag vagy kémiailag. Nagyon komoly meleg ágya ez a legkülönbözőbb visszaéléseknek. Most ez a jogszabályok nem ismeretéből fakad, vagy a ápoló személyzet, egészségügyi személyzet a saját munkáját akarja ezáltal megkönnyíteni. Nyilván egy idő után jön a kifáradás, és azt mondja, hogy valami könnyebb utat keresek, nem töltök ki annyi papírt, hanem valami más módon próbálom a helyzetet kezelni. Hát, hogy milyenek a valódi oka, nem mernék ebből egy kapásból messze menő következtetéseket levonni, inkább csak az, hogy a jelenség maga létezik. Tehát sokszor tényleg egyszerűsítik a dolgokat, próbálják kényelmesebbé tenni. Ugye rendszerint az szokott lenni az igazolás, hogy hát nincs elég személyzet, és kevesen vagyunk, túl sok a beteg, és alul fizetettek. Na de hát azért ettől függetlenül bizonyos sztenderdeket mégiscsak be kell tartani, amit ugye alapvetően az emberi jogok határoznak meg. Nem nagyon tudom, hogy hol mi jelent motivációt ehhez, de az biztos, hogy benne van egyfajta fásultság, benne van az, hogy mit számít ez, úgyis egy elmebeteg, nem számít, úgyse fog tudni, úgyse hisznek neki, valami függ az ápolónak, vagy a személyzetnek, a vérmérsékletétől. Tehát ez a helyzettel való visszaélésnek tűnik, hát igen, igen, hogy nem igen. Emberként kezeli, aki hozzákerül, nem egy normális beszámítható emberként, hanem megnézi azokat a lehetőséget, mert ilyenkor ki lehet használni, ugye, és ez nem szép. Igen, valahogy még mindig sok helyen tetten érhető az a hozzáállás, hogy nem számít, úgyis elmebeteg, ahelyett, hogy ugye ugyanazokat a jogokat, ugyanazt a törődést, figyelmet, gondoskodást megadnák neki, mint bárki másnak egy kórházban, mert itt nem számít. Legalábbis én találkoztam ezzel jó néhány esetben. Na most önöknek van egy másodlagos, vagy lehet, hogy az elsődleges feladatuk, hogy akik önökhöz fordulnak, megtalálják az Állampolgári Bizottságot, és panasszal élnek, előfordult, hogy nem is az önök hatáskörébe tartozó dologról van szó, tehát mondjuk más szervezetek, hatóságok sokkal hatékonyabban léphetnek fel a dolgok elintézésébe, akár nyugdíjfolyosító, akár egy fogyasztóvédelmi szervezet, attól függ, milyen problémáról van szó, akár a kórházfelügyelet. Tehát önök ugyebár segítenek abban is, ha jól tudom, hogy eligazítsák a ügyfeleket ezekben az útvesztőkben. Hát igen, természetesen megkeresnek minket olyanok is, akik nem a mi kompetenciánkba tartoznak. Itt azért két dolog van. Az egyik az, hogy amikor teljesen más dologgal keresnek meg, mint amivel mi foglalkozunk. És ugye mi ehhez szoktunk ragaszkodni, hogy tényleg a pszichiátriákon történnek jogsértések, mert hogyha elkezdünk más dolgokat is belevonni, akkor aztán bele fogunk fulladni a dologba. Tehát mi tartjuk azt, ami az alapító kiratban benne van, meg az egész tervezetnek a nemzetközileg a célja. És hogyha olyannal keresnek meg minket, ami tényleg nem a mi kompetenciánk, akkor pedig igyekszünk megkeresni azt, hogy hova forduljon, kihez tud.
és akkor elirányítani az embert, ugye ez az egyik fele. A másik pedig az, hogy mi magunk egy civil szervezet vagyunk, tehát nekünk nincsen ugye se nyomozati jogkörünk, se semmi olyan, ami egy hivatalos hatóságnak van. Arra viszont van, hogy mi ezeket az ügyeket megvizsgáljuk, felderítsük, hogy mi történt bennük, és ezután felkérjük a megfelelő hatóságot, hogy ezt vizsgálja ki. Ugye ez a munkánknak a része, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy büntető jellegű dolog, mert úgy látjuk, hogy itt a büntető törvénykönyvet megsértették, tehát bűncselekmény történt, akkor a rendőrséghez fordulunk, vagy az ügyészséghez. A szakmai jellegű ügy, akkor a, hát most már nem INTS-nek mondják, hanem Nemzeti Népegészségügyi Központnak. Vagy igen, lehet, Nemzeti Népegészségügyi, igen, van országos tisztorvosi hivatal is, igen. Más, ja. Igen. Egy tisztifőorvos. Ja. Igen. Az is lehet. Ha pénzügyi jellegű, akkor ugye az egészségbiztosító. Sokféle szerv van, amelyet meg lehet keresni, és mindig az ügy jellegétől függően keressük meg őket, és igyekszünk aztán elősegíteni, hogy tényleg történjen vizsgálat, nyomozás, és az eredménye záruljon. Tudom, hogy van egy honlapjuk, és azt szoktuk is népszerűsíteni, de milyen csatornákon jutnak el a betegekhez, úgymond, illetve az ügyfelekhez, akikkel úgy bánnak, hogy önökre van szükség. Hogyan tudják terjeszteni a lehetőséget? Hát nálunk direkt dolgoznak olyan kollégák, akiknek kifejezetten az a célja, hogy az elérhetőségeinket minél szélesebb körben ismerté tegyék, és erre amit csak lehet felhasználunk. Emlékszem még sok évvel ezelőtt, ami nagyon úgymond a sikeres dolog volt abban, hogy megtalálnak minket, azok például szórólapok voltak, ugye önkéntesek mentek és szórólapoztak, vagy újságokban elhelyezett ingyenes hirdetések, közszolgálati felhívások. Mostanra már inkább áttevődött a dolog az internetre a legnagyobb részt. Úgyhogy igyekszünk az interneten is minél szélesebb körben jelen lenni, nem csak a weboldalunkkal, de bármi egyéb módon is, ahogyan meg tudunk jelenni, akár a médián keresztül, vagy bármi. Szoktunk még interneten hirdetéseket is, például a Facebookon hirdetést indítani, hogy vagyunk, és lehet jelentkezni. És hát igen, most már azt gondolom, hogy a hozzánk fordulóknak a 90%-a az interneten talál meg minket, ami hát nem baj, hát ez egy ilyen korban élünk, úgyhogy ott is próbálunk jelen lenni. Most beugrott egy amerikai film részlet, talán nem veszi rossz néven, ha elmondom, hogy azt hiszem a Kis Szemtanú című filmben volt, hogy a kórháznak a várójában ücsörgött egy ügyvéd, nem volt túl szimpatikus figura, de mindenkinek adott névjegyet, hogy milyen balesetet szemet, akkor engem keresse, majd én képviselem, és kipereljük a biztosítótól, vagy akár kitő ezt a pénzt, hogy önöknek nincsenek ilyen mozgó emberek, terepen mozgó emberek, ugye, akik azt mondják, hogy ott egy mentálisan sérült ember, itt a névjegyem, hívjon föl, a bármilyen gondja támad. Hát nem tudom, mennyire lenne ízléses, igen, azért nem ilyen nincsen. Önkéntesek vannak, akik sok mindenféle feladattal könnyítik a munkánkat, akár az említett szórólapozással, akár kiadványok eljuttatásával az emberekhez, akár ha rendezvényünk van, akkor ott segítkezni, stb. Ügyvédünk is van, aki segít nekünk fedett jobb személy, ezekben. Legalábbis az egyik munkatársával beszéltem, és azt mondta, hogy hát most akkor nem mondja meg a nevét, de egy nagyon profiról van szó. Igen, mindegy is szerintem a név. Ezen a területen mozog. Hát igen, valójában ugye úgy van ez, hogy van egy kollégánk, aki tényleg nagyon régóta, tehát tényleg 20 éve ugye az alapítványnál csak ezzel foglalkozik, és ő aztán kiművelte magát az egész területbe. Őt komolyan jogi személyek keresték már meg szaktanácsért, mert ő ténylegesen ismeri az összegét, zugát ennek a dolognak. De dolgozunk, van több ügyvéd, jogász is, akivel együtt dolgozunk, különösen egyikükkel, aki meg úgy keresett meg minket korábban, hogy ő megtalálta az egyik szórólapunkat a postaládájában. És az ügyvédi praxisával már ugye el volt, nem jelentett neki különösebb kihívást, és vágyott valami izgalmasabb dologra, neki ez megtetszett, bejelentkezett nálunk, tud-e segíteni, és mondtuk, hogy persze. És akkor azóta ő segíthetett az ügyetnek a felül vizsgálatában. Magát a területre. Abszolút, és ráadásul ő korábban pont kártérítési dolgokkal foglalkozott, tehát ő nagyon könnyen tudja képviselni ezeket az embereket kártérítési ügyekben, ami egy külön jó, mert ugye még bíróság előtt nem képviselhetjük a páciens, csak ügyvéd. Úgyhogy nagyon jó együttműködés alakult ki vele, és nagyon-nagyon hasznos a segítsége, szóval megvan minden végül is, amihez nekünk kell. Még egy kérdésem lenne a végére, hogy tartanak önöktől a pszichiátriák? Tehát tudják, hogy ha valamit elrontunk, akkor jön az Állampolgárbizottság, és utána meg a jogászok lepik el az osztályt? Tehát van egy ilyen, hogy is mondjam, feszültség a levegőben? Hogy önöket is számításba veszik a munkájuk során? A rövid válasz az az, hogy igen, abszolút mértékben. De egy picikét több részletet mondjak róla. Ennek van azért egy története. Amikor mi elindultunk a 90-es évek végén, akkor még úgy senki nem nagyon vette komolyan, meg úgy a panaszainkat sem, amiket beadtunk. Tehát át kell dolgozni magunkat ezen.
Akkor aztán volt egy-két komolyabb csatározás néhány ilyen vezető pszichiáterrel, még talán a 2000-es évek elején, ahol próbáltak minket megtámadni, és aztán valahogy ugye elcsitult a dolog, és most arra földolgoztuk magunkat oda, hogy most már egy tényleg egy... Partnerek. Hát azt kell, inkább azt mondom, hogy egy mérvadó szervezet vagyunk ezen a területen, és úgy békén hagynak, és abszolút az van, hogy... Sőt, azt kell mondjam, hogy nem egy esetben jelentette az a segítséget a páciensnek, hogy a hozzátartozók azt mondták, hogy ha nem hagyják abba a jogsértést, vagy nem engedik el, mert jogtalanul vitték be, akkor szólni fogunk az állampolgári bizottságnak, és kiengedték inkább. Tehát nagyon jól tudják, hogy vagyunk, hogy mivel foglalkozunk, ez nem jelenti azt, hogy mi ezzel visszaélünk, de azért kivívtunk magunknak egy bizonyos rangot. Igen, vannak ebben, hogy nem. Hát akkor köszönöm szépen, hogy vannak, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen a meghívást.